Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit, Jó Ex Budapest és a Vírgót közös eseményén. Ez az idén az első olyan eseményünk, ami az akadálymentesség jegyében telik, úgyhogy ez egy különlegesen ünnepi alkalom. Ezzel együtt is szeretnénk mindenkinek tudatosítani azt, hogy készülünk azokra a 2025-ös szabályozásokra, amik Európát érintik, és abszolút teljes messzélességgel benne vagyunk abban, hogy tudjuk a designer közösséget, illetve a termék és szolgáltatás fejlesztő közösséget támogatni tudás megosztással abban, hogy minél jobban tudjon ehhez alkalmazkodni, és egyébként is minél előbb haladjunk az akadálymentesség útján. Úgyhogy ennek jegyében szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük az előadóknak, hogy elfogadták a felkérést, és nektek is a közönségnek, hogy ilyen szép számmal eljöttetek ebben az esős, zivataros és napos időben, amikor meleg is van, kedves új hétfő. A Jó Ex Budapestről még annyit mondanék, hogy ez egy több mint 7000 fős designer közösség, amit a Facebookon tudtok követni. Elsősorban tudásmegosztással és kapcsolatteremtési alkalmak biztosításával foglalkozunk, úgyhogy ezért is nagyon örülünk, hogy ilyen sokan itt vagytok és kíváncsiak vagytok erre a témára. Követhettek minket egyébként a Facebook csoportban, de a meetup.com-on is megtaláljátok az eseményeinket, illetve a uxnaptár.hu-t, hogyha megkeresitek, ott be tudjátok húzni a Google kalendárba és az összes UX-es eseményt, ami Magyarországon előfordul, illetve az Instagramon is meg szoktuk ezeket osztani. Most átadom a szót Rolandnak, ő fogja felkonferálni a mai eseményeket, és mindenkinek jó szórakozást. Találtok hátul ennivalót, innivalót, illetve segítségétek felszünk be, Sziasztok! Én Fenyősi Roland vagyok, és design lead és product designer a Virgónál, valóban én vezetem a design csapatot. Ez egy kis főleg product designerekből álló csapat, akik nagyvállalati projektekre specializálódtak, és end-to-end tervezést csinálnak valójában research-től a fejlesztési támogatásig. De igazából a mai téma, hogy a több szeszibilit lesz, és hogy miért is választottuk ezt a témát. Mindenkelőtt, hogy szeretném megköszönni a Jó Ex Budapestnek a lehetőséget, hogy a segítségükkel megszervezhetjük ezt az eseményt. De az akadálymentesség kapcsán viszont tényleg egyre fontosabb számunkra és mindenki számára az, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk arra, hogy a fejlesztési és a design és még tesztelői oldalról is tudjuk támogatni ezt a témát. És a szempontjait tényleg figyelembe tudjuk venni minden tervezési és fejlesztési projektnél. Viszont abban, hogy a digitális tervezők számára hozzáférhetőeknek kell lenni, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a felhasználók. Hát úgy tapasztaljuk, hogy igazából manapság nagyon nagy kereslet, tudásszomj van ezzel a témával kapcsolatban. Ezért különösen igazából a design, nem csak a design érinti, de a designban ezt tapasztaltuk meg. Ezt célunk, hogy segítsünk benneteket is abban, hogy minél nagyobb tudásra tudjatok szerteni, és úgy tudjátok, hogy mellett tényleg tovább nézni a témába. Ebben segítenek majd az előadásaink is. Először Vili és Krisztián fognak előadni a Virgo oldalról, akadálymentesség designer szempontból témakörben. Aztán másodszor Anna és Tóni a SignCoders csapatával a személyes érintettségükkel kapcsolatban fognak értékes gondolatokat megosztani. Végül Csilla a Dance Creative-től fog tudást megosztani velünk a neurodiverzitás kapcsán. Annyit kérek még tőletek, hogy minden előadás után lesz egy pár kérdésre időnk. Itt majd szólni fognak az előadók, hogy mikor tudtok itt bekapcsolódni. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és reméljük, hogy inspiráló és hasznos ülős. Krisztián, gyertek, gyertek a színpadra. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Csíma Vilmos vagyok, és minőségirányítási vonalban mozgok az elmúlt 25 évben. Nagyjából 5 éve foglalkozom a akadálymentességgel. Most hallom is voltam. Mindenki számára, hogy ez lesz, azt hiszem.
Én remélem, hogy azért elég hangosan beszéltem, nem kezdeni előre. A prezentációnknak a címe akadálymentesen a digitális térben, nem csak a szabvány miatt. Ez egy nagyon fontos gondolat a végén, hogy nem csak a szabvány miatt. Mindig, amikor van egy törvényi kötelezettség, ez nagyon gyorsan meg tudja vezetni a nagy cégeket is, hiszen tényleg a Damoklész kardja a fejük fele, de alapvetően az akadálymentességnek nem feltétlenül erre akarnak szólni. Mit is értünk akadálymentesség alatt? Minden web oldalnak, minden mobil alkalmazásnak, minden alkalmazásnak mindenki számára egyenlően elérhetőnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy rengeteg megváltozott munkaképességű ember, infranetekre például, és rengeteg fogyatékkal élő ember él közöttünk, akiknek különböző segédeszközök kellenek ahhoz, hogy a weboldalakon eligazodjanak. Ehhez az eligazodáshoz próbálunk segítséget nyújtani azzal, hogy ezt valóban, mint design, mint developer oldalról megteszünk mindent azért, hogy valóban mindenki hozzáférhessen ezekhez az oldalakhoz. Egyik, Amerikában az egyik nagyon komoly cég, aki ezzel már nagyon régóta foglalkozik, és egyébként remek jó marketing anyagokat is hoznak össze, az maga az Apple. Ők mondták ezt, hogy we believe that technology should be accessible to everyone. Nem fordítanám ezt most így a megállra. És azt gondoltuk, hogy jön egy kis videó, ezt nézzük meg, és utána beszélek egy pár szót a törvényi rendelkezésekről. Szervezetet takar, aki a direktívából
egy segédanyagot alkotott, aminek a segítségével tudunk felkészülni a törvény megfelelésekre. Magyarországon, tehát az egész Európai Unió területén ez a törvény az 2025. június 28-án fogja betörülni. Ez soknak tűnik, még egy év. Kicsit, hogyha belegondolunk, ez nem sok. Alapvetően, ha például egy komplett brandnek a színét kell megváltoztatnunk azzal, hogy akadálymentesség. Az összes képünkből mi ki kell találnunk valamilyen alternatív textet, mert hogy ez is a szabvány része. Ez mind rengeteg munka. Én tesztelő oldalról jövök, én nagyon könnyen beszélek. Nekem az a feladatom, hogy megtaláljam ezeket a hibákat. De az itt lévő közösség nagy része UX és dizájnnal foglalkozik, és a legnagyobb felelősség a tiétek, hiszen nektek kell előre dolgoznotok, megalkotnotok, amit a végén mi le fogunk tesztelni. Úgyhogy én nem is szaporítanám szobába a szót, inkább átadnám a lehetőséget Krisztián kollégámnak, hogy designer oldalról mutassa be a nehézségeket, és adjon nektek gyakorlati tanácsokat, hogy hogy tudtok felkészülni a szabványokat. Krisztián, szíves. Sziasztok, köszönöm szépen a szót. Bozás Zsuzsa Krisztián vagyok, és a Virgulián dolgozom magyar dizájnerként. És igen, ami hogy Vili említette, nekünk, hát dizájnereknek nagy felelősségük van abban, hogy milyen termék készül, hogy azok lehetőség szerint minél több ember tudja őket használni. És hogyha megnézzük ezt az egyén szemszögéből, akkor tulajdonképpen, tehát hogy nincs két egyforma felhasználó az egyén képességeitől, illetve az adott szituációtól is függ az, hogy valaki hogy tudja befogadni a digitális tartalmakat, illetve attól is, hogy milyen környezetben milyen eszközt használ. Az akadálymentességre pedig azt tudjuk elérni, hogy a lehető legszélesebb közönségnek tudunk termékeket készíteni, a lehető legszélesebb eszközpaletta számára. És még egy idézet, csak hogy kiegyenlítsük, mert Steve Ballmer, a volt CEO-ja a Microsoftnak mondta azt, hogy összefoglalta tulajdonképpen, hogy mi is az akadálymentes dizájn, és hogy ez miért jó. Elsősorban azért, mert kvázi ledönti a korlátokat, és egy nagyon fair digitális teret hoz létre, ami mindenki számára elérhető lesz. Tehát mindenki hozzáfér a technológiához, és hát ez tök jó lenne, hogyha így lenne, és hogyha a digitális termékek és a weboldalak, alkalmazások akadálymentesek tudnának lenni, és tényleg mindenki ugyanúgy tudná őket használni, vagy ugyanolyan, vagy legalábbis hasonló felhasználó élményben tudna részesülni. És hogy is néz ki ez a dolog? Bármint úgy értem, hogy bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy valamiféle képesség hiánya vagy képességzavara lesz azáltal, hogy mondjuk megsérül a karja, vagy éppen, hogyha a szituációkra gondolunk, akkor éppen egy babát tart a kezében, és nem feltétlenül tudja úgy az összes mind a két karját használni, ahogy megszokta. És ilyenkor nagyon jól jön az, hogyha egy digitális termék akadálymentes, és olyan és úgy tudja használni, úgy is tudja őket használni. Ez egyébként a Microsoft Design-nak az illusztrációi alapján készült, egy svéd cég, svéd digitális ügynökség készítette, és itt lehet látni, hogy gyakorlatilag az összes spektrumra ez nagyon jól összefoglalja azokat az állandó, ideiglenes, illetve szituációs képességzavarokat, amik előfordulhatnak már.
be, hogy csak így a, nem tudom, a legbeszédesebbet, hogy a kognitív képességzavar tulajdonképpen, hogyha valaki valamire fáradt, és mondjuk, ha egy digitális termék kell, mondjuk egy űrlapot kell kitölteni, és ez rosszul van fölépítve, vagy nem úgy van megcsinálva, hogy megfelel az ilyen alapvető hozzáférhetőségi szabályoknak, akkor ez egy elég nagy meló. Úgyhogy szóval mindenki kerülhet ilyen helyzetben. És hogyan határozható meg az akadálymentesség? Hát tulajdonképpen a célja az az, hogy olyan weboldalakat, mobil alkalmazásokat, digitális élményeket tervezünk, amik a fogyatékkal élő emberek számára is könnyen elérhetővé teszik, például a navigációt, vagy azt, hogy értelmezni tudják a megjelenített tartalmat, illetve kapcsolatban tudjanak lépni vele. És itt megint csak így ismételném azt, hogy hasonló felhasználói élményben legyen részük, mint a egészséges embertársaiknak. És Vili már említette, hogy a World Wide Web Consortium volt az, aki elkezdett foglalkozni a digitális akadálymentességgel. Ők már 1990-ben elkészítették ennek a szabályrendszernek, vagy ennek az első verzióját, az 1.0-át. Ugye ez a Web Content Accessibility Guidelines, ez a WCAG vagy WCAG, ugye nagyon sok, tehát erre hivatkoznak gyakorlatilag az összes szabványban, és ez most jelen pillanatban a 2.2-es verziónál tart, ugye folyamatosan fejlődik, és mindig kerülnek bele újabb elemek. 4 átfogó alapelve és 3 megfelelőségi szintre épül. Ezek talán a legfontosabbak, amiket meg lehet említeni vele kapcsolatban. És ez úgy néz ki, az a 4 alapelv, hogy az első az észlelhetőség, tehát hogy a felület összetevőit, komponensei minden felhasználó kezelni tudja. A második, ami szintén egy nagyon fontos része, a működőképesség, hogy az adott felületet úgy tudják használni, ahogy neki kényelmes. Ide tartozik az is például, hogyha valaki segítő technológiával szeretné használni az adott digitális terméket. A harmadik az érthetőség, hogy a megjelenített információknak és a felület működésének könnyen érthetőnek kell lenni. Ebben nyilván az is benne van, hogy például az adott digitális terméknek a nyelvezete, hogy ez mennyire egyszerű, mennyire közérthető, mennyire van olyan nyelven írva, ami közelebb áll a hétköznapi nyelvhasználathoz, vagy a hétköznapi megértéshez. És a negyedik pedig a robusztusság, ami arról szól leginkább, hogy megbízhatóan működik a termék most és a jövőben is, mert hogy szabványok szerint épül fel, és várhatóan ezeknek a szabványoknak megfelel, akkor a jövőben is sokkal könnyebb lesz hozzányúlni, bővíteni, fejleszteni rajta. És a 3 szint, amit még a WCAG kimond, ez az 1-a, a 2-a és a 3-a szintje. Ugye az 1-a az alapvető szint, tehát ebben vannak benne azok a gyakorlatilag a minimális követelmény szint, ami az akadálymentességhez minimálisan szükséges, de például már itt megjelenik az alternatív szöveg használata a nem szöveg alapú tartalmaknál, ami ugye azt jelenti, hogy minden olyan tartalomhoz, ami nem szöveg alapú, ahhoz egy kiegészítő alternatív textet kell biztosítani az oldalon. A második szint, az AA szint, ez az ideális szintje már az akadálymentességnek. Erre hivatkoznak a legtöbbször elvileg a közférebeli honlapoknak is a 2-es szintnek kell megfelelniük, ami ugye már 2019 óta törvény is van rá. Ebben van például benne az, hogy az oldalon lévő elemek, komponensek, szövegek, gyakorlatilag az összes oldal elemnek megfelelő kontraszt aránya legyen egymáshoz képest, de főként nyilván az interaktív elemeken. És a
állomás szint, ez egy specializált szint, ez már inkább olyan digitális termékeknél lehet fontos, amelyek valamilyen speciális funkciót látnak el. Itt már például megjelenik egy olyan kívánalom, hogy a videós tartalmaknál jelnyelvtolmácsolás legyen. És ezt is azt hiszem, hogy említette már Vili, de hogy ez nagyon fontos, hogy az akadálymentes tervezés az tulajdonképpen nem egy ilyen, nem egy ilyen egyszerű szabálykövetés. Inkább egy ilyen mindset, vagy egy olyan gondolkodásmód, amit jó, hogyha a tervezésnél minél inkább próbálunk elsajátítani, mert mi fogunk tudni igazándiból csak jó termékeket készíteni. És úgy fogunk tudni megfelelő válaszokat adni a felmerülő problémákra. Hát ez egy hosszú folyamat, de ez az kell, hogy gyakorlatilag, hogy nyitottan álljunk a világhoz, és tényleg ne érjük meg a kihívásoktól. Viszont, és az akadálymentességgel jár egyébként számos előny is. Most itt a legfontosabbakat gyűjtöttük össze, hogy hát elsősorban minél több felhasználást tudunk elérni vele, több eszközön, változatos körülmények mellett. Ez azt jelenti, hogyha az adott digitális terméken jól be van állítva például a kontraszt erején, akkor ez a termék sokkal jobban lesz észlelhető mobilon, mondjuk napsütésben, illetve azt is jelenti, hogy a világon körülbelül 1,2-1,3 milliárd fogyatékos ember él, ennek 2-4%-a az, akiknek a fogyatékossági szintje komolyabb, tehát az ez egy elég nagy embertömeg, illetve arról is érdemes szót ejteni, hogy Európa például fontos, tehát egy ilyen öregedési fázisban van, űszülő Európa, úgyis hívják a WHO adatai szerint, és az is egy körülbelül hasonló embertömeg. Úgyhogy néhány év múlva a 60 év feletti emberek száma az jelentősen meg fog nőni. És ők nem mindegy, hogy fogják tudni majd használni a digitális felületeket. Ami még nagyon fontos, hogy mindenkinek hasznos lehet az digitális akadálymentesítés, vagy a digitális akadálymentesség egy terméknél. Ebből minden felhasználó profitálhat, mert hogy a képességektől függetlenül egyformán hozzá tud férni az adott termékhez. A működése is megbízhatóbbá válhat az adott terméknek, hiszen jobb minőségű kóddal fog felépülni, és jobb sem olyan eredményeket hozhat ezáltal. Illetve nem utolsó sorban a társadalmi megítélés is sokkal jobb lehet a terméknek, tehát javíthatja a brand hírnevét, értékét növelheti, abszolút. Azért azt így megemlíteni, hogy Amerikában például én azt olvastam, hogy az elsődleges mérőfok az akadálymentesítésre még mindig a büntetés, illetve hát ott már rengeteg pert is indítottak ezzel kapcsolatban. De hogyha például Észak-Európát nézünk, ott azért más hozzáállás van. Ha jól tudom, Norvégiában nem igazán lehetséges az, hogy valaki olyan weboldalt publikáljon, ami nem akadálymentes. És itt próbáltunk összeszedni néhány szempontot. Ez tulajdonképpen egy checklist, ami nincs, mert hogy nem létezik, mert hogy nincs olyan, hogy van egy checklist, azon végig megyünk, és akkor ez a termék akadálymentes lesz. Nagyon sok összetevőből épül föl az, hogy egy termék akadálymentes tudjon lenni. Nagyon sok dolog van, ami egy usability-vel kapcsolatos, tehát alapvetően, aki UX-el foglalkozik, annak itt a csomó minden majd ebben a listában majd már ismerős lehet. De hogy mégis azért valahogy jó, hogyha ezek így össze vannak foglalva, ez alapján szerintem már azért azt gondolom, hogy el lehet indulni az akadálymentesítés felé, vagy a sikeres akadálymentesítés felé. És az első nagyobb csoport, ez a tipográfia. Tehát itt nagyon fontos, hogy egyszerű, olvasható betűtípusokat használjunk,
figyeljünk a betűméretekre, és hogy kerüljük ezeket a nagyobb szövegtömböket, mert ezek olyan képességzavarokkal, tehát akik kognitív képességzavarokkal élnek, mondjuk diszlexiások, azoknak nem lesz túl kényelmes a használata. És hát mindenképpen például a, nem tudom, light talpas fontokat, azokat így lehetőség szerint ne használjuk a oldalon, de szerintem ugye senki nem használ. És csak hoztam egy jó példát, ez egy akadálymentességi szervezet, az a 11 színű projekt, és hogy nekik a weboldaluk, azért azon szerintem elég jól lehet látni, hogy mennyire bátran használják akár a negatív teret, vagy hogy mennyire jól tudják a tartalmakat különböző módon elkülöníteni egymással ezen az oldalon, és hogy mernek nem túl sok mindent kirakni úgy a kezdőlapra. Hát, ami, nem tudom, designer körökben talán ez ugye a egyik legfontosabb dolog, amivel mi is elég sokat szoktunk foglalkozni, ugye ez a megfelelő kontrasztálynak az elérése. Hát erre törekedni kell az oldalon nyilván, mert hogyha ez ugye már az említett okok miatt ez egyre inkább, ez egy tök fontos dologgá vált, meg válik majd még a továbbiakban is. Különösen érdemes figyelmet fordítani a narancsárga, sárga, világos, szürke árnyalatokra. Ezeknél fontos, hogy ezek hogy vannak beállítva ezeket. Ezekkel egy kicsit azért nehezebb dolgozni, hogyha akadálymentességről van szó. Igen, a negatív teret bátran lehet használni, nyilván ésszel vagy észszerűen. Ezt tudom, hogy van sok ügyfél, aki ezt nem szereti, vagy azt mondják, hogy hát ott még pont van egy kis hely, amíg rakjunk ki valamit, de hát ez nem mindig a legjobb megoldás. Illetve információ közlésre, hogyha színt használunk, akkor ez lehetőség szerint ne csak a szín legyen, hanem mindig legyen valami addicionális jelölelem is. Erre talán a legegyszerűbb példa, hogyha űrlapoknál a hívóüzenet kijelzése pirossal, az ugye amellé ne csak egy felirat legyen, hanem egy ikon is, mert ugye a színérzékelési zavarral rendelkezők vagy a színvakok nem biztos, hogy meg tudják különböztetni, vagy nem biztos, hogy észlelni fogják a pirosat, viszont hogyha ott van mellett egy ikon, akkor nekik is már az egy olyan indikátor lesz, amit már tudnak értelmezni. És ez egy ilyen kis nem tudom, cheat sheet arra, hogy a tipográfiát és a színeket, tehát a kontraszt arányokat hogyan kell a szabvány szerint beállítani. Ez egyébként a WCAG-nek a 2S szabványának felel meg, amik itt láthatóak. Ugye ez azt mondja, hogy a normál texteknek, vagy a normál szövegrészeknek 4-5000 legyen az aránya, a nagyobb szövegrészeknek már lehet 3:1 az aránya, amik ugye 24 pixel fölött vannak, illetve a vastagon szövegnél 12 pixel méret fölött is lehet 3:1. Az ilyen kiegészítő elemeknek, ikonoknak, grafikonoknak szintén 3:1 lehet a kontraszt aránya, és a gombok azok már egy kicsit bonyolultabb, ott is alapvetően arról van szó, hogy 3:1 legyen a kontraszt arány, de hogyha ez valamilyen okból nem elérhető, design okból vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag, akkor szintén lehet olyat alkalmazni, és ez megfelel a szabványnak, hogy mondjuk egy ilyen addicionális jelölő elemet használunk a gombon, körvonalat, tehát bordert adunk neki, vagy esetleg egy ikont helyezünk el a gombon, a gombnak a szövegét aláhúzzuk, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy az egy interaktív felület, vagy egyébként a kontextus is számít, erre majd mindjárt hozok egy jó példát, lehet, hogy páran már is mindent. A YouTube, aminek most itt pont nem annyira látszik ezen a kijelzőn, de itt ez a gomb az, ami megfelel a
DCAD-nak a 2S kontrasztarány szerinti szabályoknak. Az összes többi gond, ezeknek most itt nem látjátok, de ugye talán emlékeztek, hogyha a YouTube-on jártok, hogy ezeknek a gomboknak halvány szürke kódvonal van. És ez azért fogadható el a szabály szerint, mert ezek ugyan nem felelnek meg a 3,1-es kontrasztaránynak a háttérhez képest, de mivel, hogy van egy olyan gomb, ami megfelel neki, és ez az egész sort ez így kontextusba helyezi, ezért tulajdonképpen ez így megfelelő. Ugyanez, vagy hasonló a YouTube-nak a menüje is. Itt is ugye a Home, az van vastagabban szedve, ott körülötte van egy halvány szürke háttér, ez ami most itt nem látszik, de azért, mert ott, mivel hogy ikonokat használ a menüben, és ez az egész kontextusban helyezi ezt az egész menürendszer, ezért itt is ugyan az a körvonal nem felel meg egyáltalán a WCAG standardeknek, de így a kontextus miatt abszolút jó. Könnyen befogadható nyelvezet, igen, ez is egy nagyon fontos dolog digitális termékeknél, hogy a digitális terméken használt kifejezések közelítsenek igen a mindennapokból ismert nyelvezetre, rövid mondatokat használjuk, lehetőleg mondatonként egy gondolattal, mondom, senkinek nem újdonság, hogy az emberek a digitális terméket szkennelnek, mint olvasnak. És ezért is jó, hogyha például felsorolás számozó listákat alkalmazunk, ahol lehetséges, és az interaktív fókban esetleg meg jó, hogyha cselekvésre ösztönző feliratokat használunk. A navigáció, itt is nagyon sok minden van alapvetően a usability-ből. A következetes egyértelmű navigációs struktúra, ami természetesen úgy kell, hogy felépüljön, hogy mindenki számára elérhető legyen, ami nagyon fontos, hogy az oldal billentyűzettel is körbejárható legyen, tehát ne csak egy érrel lehessen az interaktív elemeket használni, és hogy ez a körbejárhatóság, ez a focus ring, ami akkor jelenik meg, hogyha tabbal, tehát hogy billentyűzettel megpróbálunk egy oldalon navigálni, az is az a jó, hogyha megfelelően megvan vizuálisan tervezve, és így kiemelkedik a többi elem közül. A jelentéstartalommal bíró link szövegek nyilván, ez megint akkor fontos, vagy akkor különösen fontos, hogy akik nem feltétlenül vizuálisan látják az információkat, hanem például felolvasó programot használnak a termékek, digitális termékek értelmezésekor, azoknak nekik sokkal többet fog segíteni egy olyan link, ami leírja azt, hogy most mi fog történni, és mondjuk nem az van odaírva, hogy kattints ide, mert arra nem fogja tudni, hogy mi történik ezután. És ez a ügyeink a linkek könnyű megkülönböztethetőségére. Hát igen, ez különösen a folyószövegben elhelyezett linkek esetén lehet problémás, de ugyan erre is nagyon érdemes, sőt kell figyelni. Mert hogyha például ezt a példát megnézzük, akkor itt ez itt tök jó, mert hogy a alapszövegnek a háttérhez képest bőven megvan a kontraszt aránya, a linknek és az alapszöveghez képest is megvan a megfelelő kontraszt aránya, és ugye alá van húzva, tehát teljesen egyértelmű, hogy itt egy linkről beszélünk. Használhatunk másféle módokat is, de azért például a kövérítést, vagy azt, hogy ilyen invertről veszük a linket, ezeknek a használata azért azonban, hát ezt óvatosan kell ezekkel bánni. Kutatások azt mutatják, hogy a felhasználók leginkább a linkeket az aláhúzással tudják azonosítani, legalábbis a legnagyobb részük. A heading struktúra, ez nyilván érinti már a kódot. Egyébként az egész akadálymentességben nagyon sok minden érinti a kódot is, vagy a kódot, vagy a kódban dől el nagyon-nagyon sok minden, de hogyha product designerként már megfelelően mondjuk annotáljuk a terveket, vagy próbálunk megfelelő heading, logikus heading struktúrát kialakítani már a tervezés során, az azért nagyon nagy segítség lehet a továbbiakra nézve. Itt nyilván fontos, hogy szinteket ne ugorjunk, és lehetőség szerint értelmes címsorokat adjunk, értelmes heading címeket adjunk, amelyek kapcsolódnak a tartalomhoz.
használható felület ezzel kapcsolatban. Talán az egyik legfontosabb dolog, hogy a komponensek könnyen használhatóak legyenek és következetesen működjenek az egész oldalon átívelően. Nyilván ez kiemelten fontos mondjuk egy navigációnál, de az egyéb komponenseknél, kontrollelemeknél is azért azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy ezek következetesen működjenek. Nagyon fontos, hogy a megjelenő animációk, videók vagy akár hang, az a felhasználó által vezérelhető vagy működhethető, tehát megállítható legyen. Ne legyen olyan az oldalon, hogy amikor betölt az oldal, akkor például azonnal elindul egy videó, vagy elindul egy hanglejátszás, mert az bizonyos felhasználókat megzavarhat. Arról nem is beszélve, hogy ha egy ilyen automatikusan elinduló videó, mondjuk túl sok ilyen villódzó elem van, az bizonyos ugye felhasználóknak akár rohamot is okozhat, tehát ezeket mindenképpen érdemes kerülni. Űrlapok esetén pedig mindig támogassuk a megfelelő, tehát a felhasználói adatbevitelt úgy, hogy például a következetes ilyenkutba igazító hintszövegeket itt is a komponenseket logikusan építjük fel, működéseket logikusan építjük fel, és segítjük a felhasználót abban, hogy elkerülhesse a hibás adatbevitelt, és könnyen, ha már hibát védett, azt viszont lehetőség szerint könnyen tudja kijavítani. Talán ezzel van a legnagyobb hangsúly, hogy olyan formokat úgy érdemes gondolkodni, hogy lehetőség szerint minél kevesebb hibát tudja javítani a felhasználó. Például, hogyha mondjuk mobilon egy űrlapot ki akar tölteni, és az egyik beviteli mező számokat vár el, akkor egy olyan virtuális billentyűt kínáljunk fel neki, amint csak számok vannak. Igen. És ez pedig egy, hát egy ilyen nagyon leegyszerűsített bejelentkezési form, amiből a baloldali az nem menne át az akadálymentességi teszten, a jobb oldali már sokkal inkább. Ugye többek közt azért, mert hogy ugye itt ezt elég halványan is látni, hogy ennek a beviteli üzemezőnek a kerete az nagyon halvány. Ráadásul a léből azok mind a beviteli mezőkön belül helyezkednek el. Ez sokkal jobb, hogyha a mezők fölött van, hiszen így állandóan tudja látni, hogy látja a felhasználó, és mondjuk nem tűnik el akkor, amikor belekattint a beviteli mezőbe. És ez a narancsárga CTA, meg úgy tűnik, mintha így teljesen jól megfelelne, elég kontrasztosnak tűnik, de valójában, hogyha ezt egy ilyen kontraszt ellenőrzővel megnézzük, akkor az fog kiderülni, hogy nem. És ez csak például úgy menne át egy ilyen teszten, hogyha a felirat fekete lenne, vagy hogyha azon a feliraton jelentősen növelnénk, de hát azért mind azért bontaná a dizájnt, úgyhogy itt például más megoldásba kell, lehetne, vagy kellene gondolkodni, ami akár lehet egy ilyen semlegesebb CTA is. És az alcszöveg, ugye, amit már így említettem, ez is egy nagyon-nagyon fontos része. Tehát a vizuális és auditív információknak egy digitális terméken mindenképpen kell legyen egy rövid és tömör szöveg alapú leírása is. Kivétel az csak az, hogyha az elem, hogy ez a kép dekorációs célt szolgál, akkor egy megfelelő kóddal gyakorlatilag így el lehet rejteni a felolvasó programok elől. És az is fontos, hogy nyilván, hogy ezek az alcszövegek tartalmazzák a kulcsfontosság információkat mondjuk egy képről, és ez ideális esetben olyan, mondjuk ilyen 75-100 karakter között meg tudjuk tenni, és hát a kulcsszavakkal az altexben nagyon óvatosan kell bánni, mert bár jobb sem jó eredményeket hoznak, de itt ennek elsősorban az alternatív technek az a lényege, hogy akik nem vizuális módon ugye érzékelik a tartalmat, azok pontosan tudják, és akár a hangulatát is el tudják venni annak a tartalomnak, amit ők ingyen tudnak érzékelni. És akkor most én nagyjából a mondandóm végére értem, hogyha esetleg valakinek lenne kérdése, akkor... Kérdésedet majd a végén jó kicsit, elmúlt fécériátok felé, és az időnk, és adnánk a lehetőséget a többieknek is. A végén még szerintem lesz időt a kérdés. Thank you.
itt volt még egy átvezetésünk, hogy ahogy jön nekünk a Sciencoders weboldalt látjátok, és az lenne az első kérdésünk, amíg ilyen interaktív feladat, hogy az altextet próbáljátok kitalálni ehhez a képhez kapcsolódóan, és mindjárt jönnek a képgazdái, és elmondják, hogy mi is lehetett még itt a gondolat. A mi sziasztok! Én Károly Antal vagyok, a Sciencoders cégnek a alapítója és vezetője. Kollégám Lászke nagyon mindjárt bemutatkozik. Nagyon röviden arról, hogy mi ez a cég. Mi egy digitális ügynökség vagyunk, csak minden munkatársam hallássérült. Az én személyes érintettségem az, hogy a kislányunk a Siget iskolába jár, és ott vettük észre, hogy a társadalom a digitális szakmákra nem igazán készíti fel a fiatalokat, és így azt kezdtem gondolni, hogy ez annyira nem jó. Megpróbáltuk az iskola falai közé vinni a digitális oktatást. Ez azért nem működött annyira, mert ez már évekkel ezelőtt volt, de már akkor is a tanárok mással voltak elfoglalva. Most már tüntetnek, de akkor is már túl voltak terhelve, szóval nem tudtak velük foglalkozni. Úgyhogy aztán azt gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen digitális, egy ilyen kísérleti műhelyt, megpróbáljuk azt megmutatni, hogy igenis lehet egy ilyen szakmában is akadálymentesíteni. Úgyhogy mi az akadálymentesítést azt így DNS szinten műveljük. És valahogy a kolléganom is ebben a képbe került, de most mindjárt elmondja, hogy. Sziasztok! Gondoltam annak ellen, hogy bocsánatot kérek a hangomért, ugyanis hallássérült vagyok, úgyhogy én próbálom mennyire tiszta és mennyire érthető a beszédem. Szuper. Sziasztok, Herszki Anna vagyok, és a Sciencoders designera, és nagyon is külök. Az izgulás, ez csak, hogy a nyomást még fokozzuk, hogy ez első alkalom, ugye, hogy első alkalom, hogy mikrofonnal beszélsz, úgyhogy, és ugye az van, hogy nincs feltétlenül egy visszacsatolás, tehát még én sem tudok figyelni arra, hogy ez milyen magasan legyen ez a mikrofon, szóval, hogy szerintem jó társaságban vagy. Hogy kerültél a Sciencoders-hez, és ez miért jó neked ez a cég? Most ugye van jó, meg rossz válasz, tehát hogy a jó válasz felé. Igen. Visszamennék ahhoz, hogy születésem óta siket vagyok. A szüleim hallók, tehát halló család, egyetlen siket gyermeke vagyok, és emiatt integrált környezetben nőttem fel, tehát nekem az önnyelvem az nem a jelnyelv, hanem a hangzó beszélés, a szervolvasás. És azt jelenti, hogy a tanulmányom során végig hallók között voltam, viszont jelnyelvi megírótól más nélkül, tehát igyekeztem mindig a csoporttársaimtól, a szertársaimtól szeretni az információt. És hát ugye ahogy elvégeztem a tanulmányomat 21 éves koromra, én elkezdtem dolgozni a hallók között, és hát azért valóban láttam munkahelyen, igenis hátrányból indultam abból, hogy hálásért vagyok. Szereztem sok jó és sok rossz tapasztalatot, és akkor itt került képbe az életembe 2 évvel ezelőtt a Sciencoders, ami eddig a munkahelyhez én jöttem be, ahol furcsa mondani, de itt végre előny volt az, hogy siket vagyok. Úgyhogy számomra ez életem egyik legnagyobb lehetősége, hogy elkezdhetem dolgozni egy olyan környezetben, ahol nem kellett azt bizonygatnom, hogy én is tudom olyan vagyok, mint én. Nehéz folytatni, meg ugye van egy ilyen fogyatékosság forma, amire nagyon vigyázni kell, hogy ne essünk ebbe a hibába. Bocsánat, na, de most abban a hibába estem, hogy felétek beszélek, de hogy ezért próbálom valamennyire
Én azt mondtam, hogy, hogy van ez a veszély, ez a fogyatékosság pornó, tehát mi most nem abból, nem arra akarunk bazírozni, hogy, hogy most sajnáltassuk magunkat. Épp ellenkezőleg mi abban hiszünk, hogy ha akadálymentesítjük a világot, akkor nincs különbség. És ez alapvetően egy elég fontos, tehát ez ilyen, az empowerment, ennek a jelnyelvi jel az empowerment. Ez egy nagyon fontos eszköz. És például az egyik eszköz az, hogy időnként ilyen hideg vizekbe dobjuk be itt a kollégákat, hogy minél inkább megéljük közösen azokat a szituációkat, amiben a megváltozott munkaképességű embereket nem szoktuk, őket arra szoktuk, hogy nekik megmondjuk, hogy mi a feladat, nem vagyunk kíváncsiak a véleményükre, és különben is egyszerű feladatokat oldanak meg. Ugye ez ahogy szeretünk hozzáállni, és ebben szeretnénk példát is mutatni, hogy ezt igenis lehet máshogy. És egyébként a folyamatban látjuk azt, hogy mennyi mindent akadálymentesíteni kell. Egy példát mondunk, hogy például az, hogy most lekapcsoltuk a lámpát, tök jó, mert hogy ugye jobban lássuk a kivetítést, viszont a száj, ugye Anna mondta, hogy ő szájra olvas, és neki ez bizony nagyon nem volt akadálymentes, és ez is olyan, hogy nekünk is azért folyamatosan gondolni kell ezekre a szituációkra. Ezt mi sem készültünk fel, vagy nem szóltunk időben, legközelebb mondjuk hozunk egy hordozható ilyen, mint az egy koncertek, hogy a jobb oldalt, bal oldalt kivetítjük, és akkor Krisztiánt kivetítjük a jobb vagy hátul, és akkor téged is látni fog. Szóval, hogy nekünk az akadálymentesítés tényleg az a mindennapoknak a része, például az első pár évben minden a heti stand-upunkon jött a jelnyelvi tolmács. Most már ezt elengedtük, mert most már tartok ott valamennyire, hogy elfogadnak a kollégák türelmesek velem. Tehát azért már annyira jól jelenek már, de hogy legalábbis már elfogadnak és türelmesek. Egyébként néhány jelet egyébként esetleg, hogyha már itt vagyunk kontextusban, ez most teljesen impro, de hogy a technológiai jeleket például, hogy az egyik, én kb. 3 jelet használok, és ezt nagyon gyorsan, hogyha gyorsan pörgetek, úgy tudok, mintha tudnék jelenni. Ezek jellemzően a projekt, és hát, hogyha van valakinek ötlete, hogy nézhet ki a projektnek a jele. Aha, ez a kurva nagy projekt, jó. Más ötlet? Nincs rossz válasz, csak legfőbb, tehát van valami, ami ismertem, mondjuk úgy. A másodlat esetleg, akkor ne mutasson meg Anna. Projekt. Oké, ez például a projekt. Ugye, ez viszonylag logikus. A HTML vajon, van-e arra ötlet, hogy a HTML? Ott az nagyon jó hangzik, majdnem jó. Az, mindenképpen az a gondolat, ezt megmutatod akkor, a HTML. Ugye? A Windows az a régi logó miatt az ez. Tehát, hogyha emlékeztek, ez az idősebbek, jó? A fiatal nem, de hogy az idősebbek még emlékeznek erre. A Slack esetleg, ez is valahogy ezzel a logóval kapcsolatos. Ott van a megoldás, így van, köszi szépen. Megint ez a régi, most már megint egy kicsit ilyen fancy lett, hogy a régi logó volt ez a jó, nagyon jó. Szóval ez a jelenés, tehát ugye a mindennapokban ezeket a jeleket használjuk, és mondom, hogy a projekt, a dolgozni és a sok szarokat keverni egymás után, és az biztos jó. Neked mit jelent a munkahelyen az akadálymentesítés? Sok szempontban, tehát munkahelyi akadálymentesítés jelent az, hogy idegen nyelven megkommunikálhatok, ez például jelen esetben ugye a jelnyelven, mert most már kezdem magamnak érezni, hogy jobban ki tudom magamat fejezni. Van környezeti akadálymentesítés, például az, hogy jól lássuk egymást, lássunk egymásról, és most olyan apróságokra is gondolom, hogy azt mondom, például másfél literes palacinak nálunk nincs helye, mert nem láttuk egymást. Mi a helyzet az ügyfelekkel? Az ügyfelekkel elkapcsolódik egy sztori, a legesetben is a munkahelyemen, úgy jelentkeztem hallássérülként, hogy egy nagy cég volt egyébként, hogy korábban nem dolgoztak, hallássérültek, és az így nézett ki, hogy elkészült egy feladat, és akkor az ügyfélnek, ha volt valami javítási kérdés, akkor természetesen telefonál, nem is muszáj van valahogy elkerülni, hiszen nem tudok telefonálni.
És akkor itt bevezették a zsiratikátokat. És ez viszont, ahogy az előbb is volt a prezentációban, ez nem csak nekem volt jó, hanem az összes munkatársamnak meg végre követhetővé váltak a projektek. Tehát az a lényeg, hogy írás és kommunikáció mindenki számára legjobban követhető. Ez szerintem a kivinnökségnél, én nagyon sok bólogató arcot látok, aki kivinnökségnél dolgozik, ez a megbeszéljük, ugye, szóval, majd utána ennek a töredékére emlékszünk utólag, és óriásiakat lehet veszekedni. Tehát tegye fel a kezét, aki még nem volt ilyen helyzetben ügyféllel. Szóval, hogy az, hogy muszáj nálunk, tehát mi olyan ügyfelekkel tudunk dolgozni, aki ezt hajlandó elfogadni. Tehát, hogy nem mindenki az ügyfelünk, de bizonyos értelemben van egy ilyen pozitív diszkrimináció. Aki velünk dolgozik, az valahogy kiválasztja az a jófejű ügyfélet. Tehát, hogy ez a, van egy picit ez hogy a hátrány ezt kezdni, tehát valamikor ez szuperpárói válik valamennyire. Volt-e olyan, amikor ez most egy irányított kérdés, tudom, hogy voltam, de hogy volt-e olyan, hogy a konkrét feladat során segített az, hogy te máshogy nézed a világot? Igen, egyetem tanulmányom során VR-játékokat kellett tesztelni, és csak hallásból tudom, hogy milyen ez a sztereó hangzás, viszont az profi volt, az minden rendben volt, és amikor én kerültem sorra, akkor mindig éreztem, hogy ezek a játékok ezek nagyon kevés mindjárt tartalmaznak számomra, és rávilágítottam arra a pontra, hogy lehetne sokkal több vizuálisabb a játékon belül. Például álmékok, ha nem érzékeljem, akkor elég felém egy gyak, ilyenek. Igen, nem tudom, hogy mennyire játszottam. Én játszottam egy eddig a PUBG nevű játékkal, és aztán letöröltem, mert hihetetlen addiktív volt. És ott például az, hogy jön az ellenség, az egyik legfontosabb nyom az árnyéka volt, de ott viszont egy picit hamarabb lehetett hallani, hogy jön. Tehát, hogy ott volt az, hogy jön. És ebben a szituációban is azért sokszor jut eszembe az, hogy bizony van ez, hogy előny az, hogy hallott valami. Még egy, a másik, ami másik szemben sakkozom online, és ott az, hogy a másik lépett, az például azt jelzi egy hang, és azért ez valóban segít. Tehát, hogy ezt is mondjuk egy design folyamatban arra gondolni, hogy ezt más módon is, és nem csak hanggal jelezni, az bizony elég fontos. És így általában is azt én egy nagyon érdekes tapasztalatnak tartom, hogy mi ugye folyamatosan nap mint nap benne vagyunk ebben a kérdéskörben, ami azt jelenti, hogy amiről Krisztián, te is meséltél, hogy ez nem egy szabályrend, tehát valahol van egy szabályrendszer, valahogy kodifikálni kell, de már volt olyan téma, például a YouTube-nál az nekem egy picit olyan kérdőjeles volt, hogy vajon, ha itt ez kontrasztos volt, akkor vajon elfogadom el, hogy ez mindenhol máshol elég kontrasztos. Ott például lehet, hogy arról van, hogy lenne egy olyan design meeting, ahol lehetne arról vitatkozni. Szóval, hogy egy csomó minden az kérdőjeles, és igen, volt is egy ilyen tervünk, hogy itt felvillantottuk a kollégákat, ahogy ülnek a kanapén, hogy mi lenne az alt text. Esetleg, hogyha erős van esetleg bátor versenyzőnek. Tehát van egy képünk, amin a három Psycoders munkatárs ül, és mit írnátok a mi weboldalunkon alt textnek? Van esetleg gyors elképzelés? Oké, tök jó. Nincs rossz válasz alapon, van-e másik gondolat? Mi a kontextus? Ez az a Psycoders weboldalon is óriási inbound flow-t akarunk generálni, nyilván. Nyilván észre, de hogy való, tehát hogy tehát a weboldalon a mi hirdető táblán tulajdonképpen. Ez a kontextus. Az egy elfogadható? Oké. Okay. Aha. Jó, tök jó. Mi az van? Te még be van ez, hogy kik ők, tehát azért nem fogalmaznám bele, hogy ők amúgy a valakintók, vagy valami ilyesmi. Tehát ez már kiderül. Aha, szövegből. Jó. Fair enough. Jó, hogy ura volt, hogy már elmondtad, hogy mi van a képen, a három szány, kóder, ül a kanapén. És úgy kérdeztem meg, hogy mi legyen a alternatív. Aha. Mert érdekes. Jó, oké.
Jó. Akkor még ezen dolgozunk, hogy hogy lehet ezt a feladatot jól megfogalmazni. De hogy alapvetően ez egy viszonylag spontán ötlet volt a Krisztiánnak részéről, úgyhogy én ezen őszintén nem is nagyon gondolkodtam. Abban a szempontból, hogy szerintem nekem sokkal nyitottabb a kérdés, hogy mennyit mondok el abból, hogy ezek kik pontosan mit csinálnak, miért vannak itt. És szerintem baromira nem egyszerű a válasz. Tehát, hogy megint csak ez nem érzem, hogy ez kodifikálható ilyen EU-s törvény szintjén. Csak hogy... Szóval azért mondom, hogy itt aztán tényleg nincs olyan rossz válasz, csak hogy milyen döntés, mit akarunk elérni. Szóval, hogy neked az, hogy az akadálymentesítéssel dolgozunk. Te mit érzel szuper erőknek a csapaton belül? Vagy mi az, amiben azt gondolod, hogy mi akár még akár erőjünk is lehetnénk? Van-e ilyen még? Hát úgy gondolom, hogy a hátrányos helyzetünkből adódó tapasztalatban, hogy mi attól kell empátiával rendelkezünk, akkor a világ felé. Ez, igen, tehát hogy alapvetően azt gondolom, hogy ugye nagyon sokan, tehát a design szakmában, én fizikus vagyok eredetileg, tehát mostantól úgy vegyetek, hogy nem tudom, miről beszélek, de hogy mégiscsak egy ügynökséget vezetek. Mi azt gondoljuk, hogy egy designernek az a feladata, hogy belehelyezkedjen a felhasználónak a világában, ő mit szeretne elérni, mi az ő user journey, stb. És pont az a sok színűség, amiről Krisztián te is említést tettél, hogy csomó spektrum van, és nincs két egyforma ember. Nagyon nehéz egyszerre nagyon sokféle más embernek a cipőjébe belőle. Ez ilyen majd, hogy azt mondom, hogy lehetetlen feladat. De azt gondolom, hogy azáltal, hogy mi folyamatosan minden folyamatunkban, minden feladatunknak, és a mindennapi életben is ezzel, hogy mondjam, dolgozunk, mondanám, hogy küzdünk, és rengeteg olyan sztori van, hogy amit így egymástól tanulunk, hogy nekem meg kell tanulnom Anna felé beszélni, és most ebben a szituációban nem tudok teljesen arra figyelni, hogy Anna felé beszéljük, és néha elfordul, a másik az, hogy szeretem bazerálni a számat, és ezt is meg kell tanulni, hogy ez annyira nem jó. Vagy hogyha milyen jó a pörgőszék, megfordulok a pörgőszéken rendületesen, olyankor az, hogy adásszünet van a számára. Tehát, hogy ezeket mind meg kellett tanulni. Meg vice versa is azért van az, amikor a hallóvilágból kerül át valami a próba cseresznye, az hogy is van. Igen, meg a Dunát lehet elásteni, ezt végig úgy értettem. És felmorológikus is volt, én úgy voltam vele, hogy annyira sok, hogy lehet belőle a Dunát elásteni, és különböző más. És ugye szájból olvasva nem feltétlenül, tehát hogy nem feltétlenül könnyű leolvasni, úgyhogy én tényleg azt tudom mondani, hogy szóró, tehát hogy ez tényleg igaz, hogy napról napra tanulunk egymástól, egymásról. Például olyan szituációk, hogy a jelnyelvi tolmácsolása azoknak a kollégáknak, ugye, hogy Anna azért azáltal, hogy tud beszélni van, azért az egy óriási előny, de aki csak jelel, és például az a szituáció, hogy az egyik férfi kollégám mondta, hogy bizony, amikor ő orvoshoz megy, akkor ugye lehet szervezni jelnyelvi tolmácsot, csak a jelnyelvi tolmácsoknak a nagy része nő. És az a szituáció, amikor egyedül se akarsz oda menni, mondjuk valamilyen altesti vizsgálatkor, és hogy ott van egy idegen ember, ráadásul ez egy nagyon szűk közeg, tehát hogy azért még csak arról sincsen szó, hogy soha többet nem látod azt a jelnyelvi tolmácsot. Szóval lehet, hogy hát a képzelni, hogy ez azt hiszem a húbasz meg szót keressük ezen a ponton. Szóval, hogy szóval ezek olyan életszituációk, és akkor az van, hogy ez például ez a sztori, ez már két éve, vagy három éve dolgoztam ez a kollégával, amikor ez a sztori előjött. Tehát, hogy még az sincsen, hogy minden, tehát, hogy még annak kell, hogy már nagyon sok mindent értünk egymásról, és még így is az, hogy lehet újat tanulni, és ez a folyamat az, ami egyrészt nagyon izgalmas, de nagyon, tehát, hogy azt mutatja, hogy ez komoly meló. Tehát nem arról van szó, hogy a WCAG 2.1-nek megtanulod azt a négy alapelvet és a három megfelelési szintet, és akkor megvagyunk, hanem érdemes a közeggel, a probléma, a specialitásokkal
nagyon mélyen, majd a következő adásban tök kíváncsi vagyok, hogy ez a neuro divers vonalon, ez hogy manifesztálódik, mert ott nyilván más specialitások vannak. Mi az, már lehet, hogy 6 percre szóltatok, hogy 5 perc van hátra, úgyhogy van még kérdésre idő, vagy ez majd utána egy kérdés. Van még kérdés, hogy van esetleg, ami esetleg kérdésetek van? Úgyhogy nagyon ijesztők voltunk. Jó, azért nem átolemmerünk. Megpróbálok hangos lenni át, hogy... Én azt tudjuk csinálni, hogy ilyen repeaterként működök, mint egy, jó? Tehát, hogy a... Mennyire látok potenciált? Olyan mondani, hogy a weboldalakat ilyen nyelvű tolmács dolgozza fel a szöveget, és aztán ez kis videó a weboldalon megjelenjen. Ezáltal akadálymentesíteni a weboldalakat, hogy a videós ilyen tolmács. Mennyire látjuk lehetőségét annak, hogy a weboldalak ilyen nyelven is akadálymentesítettek legyenek? Van lehetőség, de nagyon ügyesek munka, és azt sem felejtsük a DL nyelv. Úgy jól mondok majd jó szót erre. Lényeg az, hogy a beszédben nagyon sok a szinonima. Ezeket nyelvi tolmácsolással nehezebben tudjuk átadni. Tehát bizonyos magoldalakhoz szükség van arra, hogy a szövegek tömörítve is legyenek olyan szinte, hogy a lényeget adjuk át. És hát azért arra is gondolni kell, hogy Magyarországon mennyi nyelvi tolmács van, mennyi ember vállalja, de nekünk nem mindenképpen. Van egy olyan, nem tudom, tudtok-e, van egy SignAll nevű cég, esetleg ha startuposabb arcok esetleg itt bologathatok, akik abban dolgoznak, hogy automatizálják, tehát a mostani AI óriási lehetőséget nyit ki arra. Korábban az volt, hogy avatárokkal oldották meg, tehát egy ilyen animált avatárok, azt nem fogadja el az anyanyelvi beszélő általában, de ez a mostani az, hogy tényleg az Annának, vagy akár az én arcomat rá lehet, tehát jobban elvileg a gép, az avatár, az én avatárom jobban jelen, mint én magam, ugye, elvileg. Tehát, hogyha ezek működnek, és én azt gondolom, hogy egy következő pár éven belül erre most komoly erőforrásokat tesznek rá, pár éven belül azt gondolom, hogy ez lehet, hogy meg lesz oldva, és akkor ez a lehetőség ez automatizáltan rendelkezésre állhat, ami óriási minőségnövekedés lehet. Én még egy kiegészítést tennék, mert itt szóba jut az a tömörített szöveg, ami kapcsán szerintem egy nagyon fontos gondolat, hogy amit kevesen tudnak, nem akarunk nagyon a részletekbe belemenni, de nagyon sok hallásérőknek az írásbelisége nem annyira magas. Miért? Mert az anyanyelvük egy vizuális nyelv. Tehát úgy képzeljétek el, mintha idegen nyelvűek lennének. Emiatt az van, hogy a tömörített és egyszerűsített szöveg az nagyon sokszor segít. És ez azért nagyon izgalmas, mert az a klasszikus eset, szintén Krisztián, te is beszélte el, hogy van, ami az érintett közegnek muszáj, de egy sokkal nagyobb közönségnek érdekes lehet. Azért a mai TikTok világban szerintem most már ott tartunk, hogy a többségi társadalom se feltétlen akar annyit olvasni, illetve más olyan, megint csak neurodiverz, különböző olyan témák lehetnek, ahol egy egyszerűsített nyelvű, rövid szöveg az bizony hasznos lehet. És ez egy nagyon klasszikus példa, a kisebbségnek muszáj, a többségnek kényelem lehet szempont, amiről szintén Krisztián, te is beszélt. Most kérdés, mobil alkalmazásokra vonatkozó privatlanságot mindig a valóhoz képest, milyen az a szabályozás, hogy van valami egyediség? Hú, ezt átadnám a szakember. A mobil szabályozásban van-e vajon különbség? Tehát a weboldalak és a mobil szabályai között van-e különbség? Szerintem eléggé ugyanaz abban a szempontból, hogy a felhasználói az információ átadás egy pillanat legyen. Ebben ugyanúgy vonatkozik rá a jogszabály. Tudom, igen, de itt egy nagy bólogatás van, igen. Tehát ez igen, Bill, Krisztián, igen, valószínűleg. Egyszerűen a felhasználói élmény, ami a fontos. Itt a puskámat, amit most nem nagyon néztem bele, de szerintem egyre nagyobb betűkkel nyomtatom ki. Tehát, hogy ez most, hogyha mobilomról puskáznék, vagy a laptopról, az majd mindenki itt helyen már nagyítani kellene a betűket. Én azt szeretném megkérdezni, hogy
Contentbe, egy-kettő, egy lényeg. Van egy olyan, nem nyelvnek hívjuk, hanem nem nemzetközi jelnek. Ezt a nyelvet, aki megtanulja, akkor ország határok nélkül tudunk egymással kommunikálni. Egyébként ennek nagy szerzőiben az amerikai nyelv az alapja, úgyhogy ezért a kajnak. Kicsit hasonlóan, tehát a de facto, mint az angol, ugye az, ez úgyhogy egy ASL, az American Sign Language, az, a, az ami, amit, amit sokan ismernek, ennek az alapja, ez a jel, International Sign, ez nem nyelv, kicsit olyan, mint az Esperanto, az Esperantot sem tekintjük nyelvnek, csak a jelnyelvi viszonylatban az International Sign jobban elterjedt, az Esperanto valahogy egyáltalán nem vergyökeret, vagy nem tudom, egyáltalán tudjuk, nem is ismerős talán, tehát ez egy igazán elfelejtett valami, viszont az International Sign az egy működőképes valami, és arra kérdés egyáltalán miért nincs ez hogy miért van ilyen, hogy miért van különböző nyelv olyan egyszerűen, hogyha ugyanazon nyelven beszélni. Ja, hangzó nyelvek esetén ugyanez igaz, és ugyanúgy alakul ki, hogy a közösségekben fejlődik. Miért van az, hogy Angliában minden faluban más dialektusban beszélnek, vagy Németországban? Ugyanaz a folyamat, egy emberi ez is egy nyelv, természetes nyelv, ennek kapcsán vannak, mindenki picit máshogy meséli, vannak stílusok, én például az, hogy elszólok néhány nyelvet, azt már valami egy kicsit már átveszik, tehát hogy a béna külfölditől tanulnak, vagy vesznek át. Mi saját jeleket definiáltunk például, ami a mindennapi munkához kell, és változik a nyelv. Tehát, hogy ami nyelvet mi beszélünk a SignCoders 11 négyzetméteres irodájában, az vannak olyan jelek, amit senki más nem ismer, mert mi magunknak találtuk ki. És így fejlődik a nyelv, marha izgalmas. Egyébként még egy órákon keresztül tudok erről beszélni, úgyhogy most mi nyelvtől, hogy most lelőnek. A magyar jelnyelvnek a legközelebbi rokon az osztrák jelnyelv. Miért? Mert Moláviában alakult ki a suliban. Na, és akkor... A végén még majd tudtok kérdezni szerintem, hogy itt leszünk, és terülünk. Jó. Köszönöm szépen. Fogyatékossággal élők, meg
meg ilyesmi, nem egy betegség eredményeképpen jön az létre, hanem egyszerűen így születnek, hogy ilyen eltérőek a eltérő képesség mintájuk. Tehát másképp vannak bekötve, és őket, vagy ezeket az embereket tudjuk neurodivergensként azonosítani. Mit is, milyen csoportokat jelent ez? Nagyon sokféle csoportot, és ide nem is rajzoltam fel az összeset, és elnézést az össze-vissza tekerő vonalakért, nem tudtam ezt most értelmesebben felrajzolni, ugyanis az a helyzet, hogy ezek az ilyen formátumok így nagyon átfednek egymással, tehát ebben a csoportban talán a legtöbben azok úgynevezett tisztesek vannak, tehát a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszprocia és stb. Azok olyan emberek, akiknek ezek a specifikus képességei ugye jelentősen rosszabbak, nehezebben mennek a többieknek, olvasás, írás, számolás, stb. És ugye nagyon tágak ezek a becslések, hogy hány ember is érünk ez, de azt szokták mondani, hogy körülbelül minden ötödik ember neurodivergens, ez főleg igaz egyébként ezekre a diszlexia, diszgráfiára. De valószínűleg, tehát lehetséges, hogy ennél is többen vannak, mert nagyon sok az összes csoportban az olyan ember, akinek semmilyen hivatalos diagnózisa nincsen, esetleg nem is tud róla, hogy lehetne neki ilyen, úgyhogy ezek valószínűleg ilyen nagyon alul diagnosztizált területek. Ezt akartam megmutatni, hogy egyébként még két terület van, ami szerintem ilyen design szempontból tök érdekes, az ADHD meg az autizmus spektrum, és ezek jóval kevesebb embert érintenek, a jelenlegi számok szerint 3-5% az ADHD-re és 1-2% az autizmusra, de ez is nagyon alul diagnosztizált, tehát valószínűleg ez azért így több. És ez a kettő is nagyon gyakran átfed egymással, tehát egy csomó embernek van egyszerre ADHD és van rajta az autista spektrumon, és ők igazából egy harmadik csoportot képeznek, mert eléggé másképp működnek a többiek. És akkor az SPD az meg azok az úgynevezett szenzorosok, tehát akiknek egy különleges szenzoros érzékenysége van, a hangokra, a kép, vizuális ingerekre is. Én most erre a három csoportra fogok koncentrálni, azért is, mert most én ezeket ragadtam meg korábban, mint akik így a design, vagy a mi munkánk szempontjából talán a legérdekesebbek, hogy a leginkább könnyen találkoznak nehézségekkel annak eredményeképp, amit mi csinálunk. És egyébként pedig csináltam egy ilyen kisebb kutatást, amit látjátok önként az idézeteket, és abban is ez a három csoport szerepelt. És akkor arra gondoltam, hogy először egy kicsit beszélnék arról, hogy ez a három csoport, ez jellemzően milyen nehézségekkel szembesülünk, mondjuk például, meg hogy aztán hogyan tudunk tervezni, de egyébként egy kicsit lelövöm a poént, hogy nagyon sok minden elhangzott már abból, hogy hogyan tudunk jól tervezni, de én arról szeretnék beszélni, hogy egyébként az akadálymentesség irányelveken túl, mit jelent ez? Ez ugye minden jól kiderül. Tehát az első a diszlexia. Elnézést, igazából ez nem akart fehér lenni az a háttér, de így alakult a projektorra. Szóval az biztos mindannyian tudjátok, hogy hát ezek azok az emberek, akik nagyon nehezen olvasnak. Valójában ugye egy ilyen hangok és betűk összepárosításának a zavara ez a diszlexia, illetve az ilyen nyelvtani szerkezeteket is viszont nehezen értelmezik, és ez a rövid távú memóriára is kihat, hogy nehezebben is emlékeznek vissza hallott írott szövegekre, nehezebben hasonlítanak össze több különböző forrás, meg az ilyen úgynevezett végrehajtó funkciókat is írni ki, tehát hogy amikor így végig kell menni egy folyamaton, ilyen szekvenciát kell követni, vagy ilyesmi, az is számokra emlékezni is. Ugye az egyik példa az egyik interjú alanytól az a Burger King rosszul írt automata, ahol az alany háromszor futott neki annak, hogy hogyan kell rendelni, mert a menüben kéred az opciót, az itt teljesen összezavarta. Tehát, hogy így látjuk, hogy igazából ezek ilyen meglehetősen mindennapi feladatok, amik számunkra, akik könnyebben értelmezünk ismeretlen mintázatokat, nehéz kérdés, hogy mondjam, kicsit ilyen kontextusból kiemelt furcsa kérdéseket, ez nehezebb nehézséget okoz. Ugye a diszlexiához lehetett volna egy csomó ilyen szöveges példát hozni, de én szándékosan nem egy olyat hoztam, hanem egy ilyen jó kis megamenüt, ahol ugye egy csomó kifejezés nagyon hasonlít egymásra, ráadásul az első és a második oszlop tartalma is így kicsit nehezen szétválasztható. Vannak ugyan képek, de azok nem támogatják a jelentését ezeknek a dolgok. Tehát, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy
egy diszlexiás nem tudja elolvasni. Én azt nem említettem, hogy az összes ilyen neurodivergens képesség zavar, az ilyen nagyon széles spektrumon szóródik, tehát nagyon különbözőek ezek az emberek, vannak meg diszlexiások, hogy tök jól olvasnak, csak lassan, meg vagy másképp, tehát hogy inkább egyfajta ilyen nehézségként kell rá gondolni. És ugye igen, azt feltételezi ez a példa, hogy minden egyes oldalt el fog olvasni, és akkor tudod dönteni, és azonnal most egy diszlexiás biztos, hogy nem fog minden egyes oldalt elolvasni. Ezek kicsit lehet, hogy nehezebben láthatóak ezek a tanulságok, amit felvillanak, de egyébként nagyon szívesen megosztom ezeket a szlájdokat, hogyha szeretnétek később visszanézni. Tehát a lényeg az, hogy esetünkben a felsorolás, tehát ez a szkennelés, az nem igazán működik, a szekvenciák követése, a számkodó kézben tartása, az új patternek értelmezése. Hát igen, itt is van sok hasonlóság ezek között egyébként. Ugye ezt is most sokan tudják, hogy ez a Attention Deficit Hyperactivity Disorder nevű állapot, ami egy kicsit félrevezető elnevezés, mert hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar lenne magyarul, azt hiszem, nagyon jól mondom, és ugye igazából nem, tehát hogy valójában ez egy figyelem szabályozási zavar, tehát hogy így vannak olyan, tehát többféle típusa van, vannak a valóban hiperaktív típusú ADHD-val rendelkező embereknek az ilyen inattentív vagy figyelemhiányos ADHD-sok. Ugye közös bennük általában az, hogy nagyon könnyen elterelődik a figyelmük, hiszen pont ez a problémájuk, nem tudják szabályozni, hogy mire figyelnek és mikor. De egyébként ennél ez egy ilyen tök komplex dolog, hogy működik egy ADHD-snek a figyelme vagy az agya. Valójában ez a rövid távú memóriát, ez úgynevezett munkamemóriát is nagyon erősen érinti, tehát hogy nagyon könnyen elfelejtenek dolgokat, hogyha valakinek itt egy ilyen súlyos, vagy ilyen nehezebben kezelhető ADHD-ja van, akkor ez is elfelejti, hogy ezzel kinyitotta a csapot. Esetleg, hogyha valami elmondja a figyelmét, vagy ilyesmi, könnyen követnek el ilyen tudja hibákat, akár egy felületen is nehezen tudnak instrukciókat vagy feladatokat végrehajtani, és egyébként pedig van egy olyan tulajdonságuk is, hogy az ilyen érzelem kontroll is tök nehezen működik, tehát hogy nagyon sokkal erősebben éreznek, követnek impulzusokat, vagy éreznek mondjuk egy kudarcot. Ugye egy tipikus példa az, hogy egy ilyen ADHD-s viselkedés, hogy a telefonszámán ott 3 havonta fizet, amikor már nem vagyok hívható, vagy az, hogy az okos eszközökkel, a bonyolult dolgokat inkább elkerül, vagy úgy érzi, hogy ő erre nem képes, vagy nem tudja, hogy nem bírja végignézni a tutoriát, vagy ilyesmi. Egy általam kedvelt példa a Street Kitchen, ami ugye egy főzős oldal lenne, tehát az lenne a lényeg, hogy a receptekből megfőzzünk valamit, ami egy tök bonyolult dolog egy ADHD-es számára, tök könnyen kiesik az ember egy ilyen folyamatból, elrontja, nem tudom, és ehhez képest itt ugye ezen az oldalon rengeteg dolog zavarja a feladat végrehajtását, ez egy ilyen szerintem meglehetősen kritikus probléma, de egyébként valójában egy csomó ember, aki tudja magára, hogy ilyen problémákkal küzd, az adblockereket használ, vagy nem megy ilyen oldalra, vagy ilyesmi, tehát hogy ezt azért így kezeli maguknak egy special mention a menünek, ami egy ilyen teljes képernyős sárga valami, nyílik le teljesen random kategóriákkal és rengeteg egyéb ilyen figyelemelterelő intézkedéssel. A másiket ez nagyon alacsony lapta volt. A Ryanair, vagy az összes ilyen fokozatos légitársaságnak a foglalási rendszer, amiben ugye a neurotikus embereknek is nagyon nehéz követni sokszor, vagy külön koncentrálni kell, hogy ne rossz helyre kattintson az ember. Ugye ezeknek az ADHD-soknak, illetve más, például egy diszlexiásnak, ahogy a Burger King-es menü, ugye sokkal egyszerűbb interfészének a példája volt, itt igazából az történik, hogy sokszor az történik, hogy elmondja, többet fizet, rossz helyre foglal, nem tudom én, de hogyha esetleg még csak nem is ezt, tehát tud észnél lenni, és utólag részrevesz, hogy ezért, akkor nehéz neki visszamenni, kiesik a folyamatból, megszakad, elveszíti, ott hagyja. Tehát, hogy inkább én azt gondolom, hogy ez egy ilyen jellemző kimenet lehet. Ugye itt az látszik, hogy tök nyilvánvaló problémák vannak ezzel az egészen, tehát ki van szürkítve az a lehetőség, amit én választani szeretnék, utána a
alatta, mint hogyha hozzátartozna, de valójában az a fizetős opciós, stb. Stb. Kosárérték felé látszik. És aztán, hogyha kiválasztottad az ingyen opciót, akkor még több lépésben próbálja megzavarni a döntésedet, a döntésedet inkonzisztens módon hozza ezeket a CTA-kat, szóval szuper. Na most, de hogy igazából ami a legfontosabb egy NDHD számára, az, a, az ugye a túl sok opció, meg a túl sok ingyen, most arra nem, de a street kitchen-es példa, tehát az ilyen, ugye ez egy olyan, a figyelem irányítás egy olyan dolog, amit szándékosan csinálunk folyamatosan digitális felületeken, de hogy a figyelemnek a szétszórása, az meg egy ilyen, egy csomószor egy kicsit ilyen parazita dolog, tehát hogy ezek a reklámok csinálják igazából, de maguk a szájton belüli ajánlatok is csinálják, tehát a lényeg az, hogy ezek azok, amik tök sokat ártanak ezen emberek számára, illetve nem egyértelmű instrukciók, meg ami még esetleg érdekes, az a hibakezelés, hogyha a user elmond valamit, akkor ő honnan tudja, hogy mit csinált rosszul, és hogyan tudod a visszamenni. Autizmus, igyekszem, így van még néhány példa is. Ugye az autista spektrum az egy ilyen nagyon széles spektrum, és most igyekszem is nagyon belemenni, hogy nagyon különböző emberek találhatóak rajta, nagyon különböző képességekkel, de ami mondjuk így, hogy általánosan jellemző, ezt nem most kell ilyet mondanom, de ami sokszor jellemző ezekre az emberekre, az mondjuk a társas kommunikáció, társas interakció képességeinek a nehézségei, ugye sokszor ilyen az érdeklődésre egy autista spektrumon lévő embernek az ilyen nagyon részletekre fókuszáló, ilyen sokszor beszűkült, repetitív, tehát hogy van neki egyetlen szeretetek. De a mi szempontunkból inkább az érdekes, hogy a részleteket sokkal könnyebben kiszúrják, mint mások. A társas interakciók képességének a nehézségéből meg az fakad például, hogy a nem egyértelmű instrukciók, vagy a kétértelmű szövegezés az egy autizmusra élő számára sokkal nehezebben érthető, vagy esetleg nem érthető. És igen, tehát hogy itt, most ezek az az igazság, hogy én az interjúban csak olyan autistákkal beszéltem, akik ilyen nagyon magasan funkcionáló és többnyire egyébként ADHD-val is rendelkező emberek voltak, szóval hogy itt tök jó lenne, ha többet tudhattam volna, de például itt van egy ilyen, hogy van az a felugró ablak, hogy feliratkozol a hirdetésre, van el és később, és hogy ez ugye neki ez így bekadt, tehát mi erre nem figyelünk, de őt ez így megzavarja, hogy nincs olyan opció, hogy nem, és hogy ez most arra kényszerít, hogy hazudjak, vagy nem tudom. Úgyhogy ez egy, nem így csak egy alacsony landa, de azért, hogy ez a MLM-nek a villanyszámlás rendszere, ahol ugye finoman fogalmaztam, hogy a szokásostól eltérő aktív iratú szén használat, de hogy ugye ki vannak szűkítve azok a mezők, amiket használhatnék, stb. Ezek olyan dolgok tényleg, amik így számunkra nem tűnnek fel, de ezek az emberek így mindent észrevesznek, és egy csomószor így fennakadnak, illetve egyébként külön a színkódolásnak, igen, azt kifelejtettem a leírásban, de ez tök fontos, hogy egy csomó autista embernek van ilyen szenzoros érzékenysége, tehát ez az, amit így az akadálymentességnél mindig el szoktak mondani, hogy a túlerős színek azok zavarhatják ezeket az embereket. Én személyesen most nem találkoztam ilyen egyénnel, de egyébként ez tényleg tök jellemző. Viszont ugye a színek azok egyébként úgy tűnt nekem, hogy azoknak is jelentősége bírnak, akik nem különösen érzékenyek erre, mert hogy egy ilyen színkódolós, ilyen logikus rendszer felépítése, tehát hogy ugye ezek az autista elme az egy csomó helyen ilyen patternöket lát, és hogy így például ez is színekben is. Na, mindegy. Utána ott vannak az irreleváns információk, a csodálatos izért, hogyan töltöm le a PDF számlámat, hát úgy, hogy a típusnál a képernyőnek a szóval. Ez egy másik példa volt egy interjúból, ami ugye engem egy kicsit meglepett, mert megint csak ez egy olyan dolog, amire én nem szoktam odafigyelni, hogy mondjuk egy ilyen technikai tárgynál iszonyatosan sok ilyen lényegtelen információ van, vagy legalábbis ilyen nagyon furcsán az emberre van ömlesztve az információ, amit mondjuk ugye
itt azért nagyon eltérnek az autisták meg egy diszlexiás, tehát diszlexiás azt tuti nem próbálná meg egy betűjéssel olvasni ennek, de mondjuk egy autista meg igen, és azt látja, hogy össze-vissza mindenféle hülyeség oda van, halandzsázva, szóval csak egy apró példa volt. Ami igazán fontos ezeknél a felhasználóknál, azok egyébként a megjósolhatatlan kimenetek, igen, ezt elfelejtettem említeni az NBA-nél, hogy ott vannak ilyen remek példák, hogy valamire rákattintok, és akkor ez véletlenül ilyen függőséget okoz valahol máshol, és akkor ezt már nem tudom kikattintani, mit tudom én, tehát hogy ezek az ilyen furcsán viselkedő felületek, ahol a videók, amikről nem tudom, hogy milyen hosszú lesz, azok, amiket nem tudok kikattintani, és rosszul definiált informatizás instrukció, ahogy mondjuk. Igen. Na és akkor, nézést, még kicsit késő van, de ezt szerintem nem lesz nagyon hosszú, mert egy csomó mindent már elmondtak a többiek. Tehát, hogy ezt is például, hogy ugye, ami ebből is látszott, amiket az előbb elmondtam, hogy ugye valójában ezek olyan design problémák, amiket az ember így szépen megtanul designerként, hogy hát ilyet nem szabad csinálni, de hát aztán mégis csinálja, mert nem tudom, mégis tele van az internet. És ugye erre a neurotipikus felhasználó tényleg nem érzékeny, és ezek az emberek is, a neurodivergens emberek sem fognak tőle, tehát nem egy olyan akadály számukra, mint a nem látóknak a felolvasóval értelmezhetetlen web oldal mondjuk, hanem inkább egy ilyen szuper kellemetlen dolog. Ez már elhangzott, hogy a WCAG-ben is vannak ilyen alapelvek, ezekre most jól nem is térek ki, csak azt jegyezzük meg, hogy ez a kontrollálható, kiszámítható, konzisztens, ezeknek az emberek esetében ez az ilyen legfontosabb alapelv. És ahhoz, hogy még egy pár dolgot összegyűjtöttem, az három slide, ami még további tippek arról, hogy nagyon csináljuk olyan felületeket, ami kényelmesek, neurodivergens felhasználóknak, ugye azt már nagyon megértettük, hogy a szöveg az tök fontos, hogy világos, egyszerű, pontos, releváns feliratok legyenek a CTA-ban, a menüben, a struktúrában, hogy átlátható legyen, rövid bekezdések, rövid mondatok. Ugye az előbbi értés példára reflektálva ez egy másik bankos például ugyanolyan szolgáltatás csomagra, ami ugye nem azzal kezdődik, hogy felsorol mindenféle számlatípusokat, hanem open a bank account. A Barclays-nek is egy nagyon szép felülete van, meg mindig azzal indít az ilyen megamerikben, hogy összehasonlítás, ilyesmi. Ja, itt volt még egy dolog, ez a Redictum szövegkiemelés és félkövelítés. Én bevallom, ezt még sosem használtuk, mert nem láttam ezt, kerestem, de nem láttam ezt működésben, ezt hallottam egy előadásban, de hogy ez például egy ilyen szuper dolog, hogyha van egy olyan funkció a weboldalon, ami így olvastatja velem a szöveget, vagy esetleg hangosan felolvasok ilyen nyelvet. Ugye megint csak a layout és egyéb ilyen vizuális elemekre, ez a Lufthansa-nak ugyanaz a foglalási felülete, ami a Ryanair-nek, ugyanabban a fázisban, csak itt ugye nincsenek a szándékosan megtévesztő elemek, hanem ugye sokkal struktúráltabb értelmén, hogy más a bizniszmodell, de hogy így, na. Szóval, és megint csak a felületnél pedig az egy nagyon fontos dolog, hogy ha már reklámmal kell teleszórni az egészet, akkor ez hogyan lesz elkülöníthető, hogyan lesz nem megtévesztő, és lehetőleg, bár azt hiszem, hogy ezt a dizájner nem tudja megmondani, nem mozogjon, vagy kikapcsolható legyen, ugye, de ez benne van a WCAG-ban. Igen, nincsenek váratlanul változó elemek, ez arra is vonatkozik, hogy mondjuk emberünk AdBlockert használ, akkor mi történik a tartalommal. És a user flow az pedig egy olyan elem, ami biztosan nincs benne, de hát így nem benne van, de nem annyira ezekben az alap, a közönyökségi standardekben, viszont ez nagyon fontos egy csomó ilyen usernek, hogy követhető, átlátható legyen, kiszámítható, és jól kezelje a hibákat. Itt a példa, az mondjuk a domestika, de ez egy kicsit túl könnyű nekik jól csinálni, mert ez egy ilyen tök zárt környezet, de hogy például egy ilyen kurzus felületen, ugye bármikor kiléphetek, beléphetek, igen, azt is az MVM-nél lehetett volna emlegetni, hogy ott van egy ilyen időzítő, amit nem lehet visszaállítani, de hogy tehát ezek az időzítők is ugye nagyon rosszak a neurodivergens felhasználóknak, igen, túlzorolva a hibák, hogy bármikor, ha megszakad, ha újra kezdem, ha elfelejtem,
hogy ne feltételezzen extra információt, ne számítson arra, hogy én ezt majd valahol megnézem, majd valamit kiszámítok, mert akkor egyes üzereket örökre elveszítünk a, nem tudom én, a mocskás gifetlegában. Itt van még néhány link, hogyha szeretnétek neuroinkluzív dizájnról többet tudni, akkor nagyon ajánlom, hogy hát egyrészt ugye beszélgessetek ilyen emberekkel, de egyébként van egy csomó podcast, ami iszonyatosan király szerintem. Én például nagyon sokat tanultam az ADHD-ről, ADHD Adults UK nevű podcastból, meg és kedvenc az a Birzó Fedőről, hogy már két ilyen ADHD-s lány beszélget egymással, és nagyon aranyos, és nem egy teljesen nagyon informatív, de a többiek is, tehát van a igen, és ott a WWC-nek a van ez a Cognitive Accessibility User Research nevű projektje, ahol van egy ilyen nagyon hosszú ilyen tanulmány, ahol egy csomó tele van írva ezekből. Gareth Ford Williams a másik ilyen tök érdekes arc, aki ilyen nagyon jó cikkeket ír ebben a témában, szóval tanulmányozzátok. És már rég elment minden idő, de hogyha szeretnétek, akkor utólag itt megtaláltok, kérdezzetek. Van egy időt kérdezni, ja. Hogy nem. Mert vagy hát én amellett érvelek, hogy ezek az akadálymentesség kritériumok között így kicsusszannak olyan dolgok, amik valójában nehézkessé teszik. De mondjuk az igaz, hogy azért, amit, ahogy említettem is, hogy ezek azért nem olyan prohibitív akadályok, tehát nem az van, hogy leolvad tőle, vagy legalábbis én nem találkoztam ezzel az információval, akár is próbáltam. Szóval, hogy végül is akadálymentes, de attól még jó nem lesz. Szóval én ezt gondolom. Akkor egy akadálymentesebb oldal, akkor nem feltétlenül neurodiverzív, és a kettő van ellentétben megy egymással? Nem, ellentétben. Csak, igen. Én csak azt szerettem volna itt megvilágítani, hogy azért egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, érdemes ilyen designer fejjel gondolkodni folyamatában, egy kicsit így a nagyobb képet is látva, és azt nézve, hogy oké, hogy teljesítjük ezeket, de most akkor megoldottuk a felhasználó problémáját, hogy nem oldottuk meg. Nekem inkább csak én észrevételem van, hogy tudom, hogy nekem csak egy ilyen észrevételem volt, hogy a domestikás szóval hosszabb példának, de hogy például az egyik pozitívum, hogy ez a hol tartasz éppen, de máshol meg annyira vérzik az a rendszer, vagy például így a szűrésben nagyon el tudok ott tévedni, meg nem találtam meg például azt, hogy a saját listámból hogy tudom megtalálni a dolgokat, illetve hogy ami szerintem ilyen, hát nem tudom, hogy a webdesignerek meg egy applikáció dizájnerek mennyire dolgoznak össze, de az applikáció sokkal butább, és például ott nem is mindig működik ez az, hogy hol tartok éppen. Uh-huh. Úgyhogy mindig van hova fejlődni. Igen, köszi szépen. Én bevallom, hogy tényleg csak azt néztem, hogy a videók, meg ezek a progress kijelzések, de köszi, hogy ezt elmondtad, mert ez is egy ilyen olyan szempont, mint a többi. Nekem egy olyan kérdés lenne, hogy szerinted, vagy szerintetek lehet olyan hekeket csinálni, hogyha mondjuk éppen nagyon azt kérik, hogy legyen ez az oldal tele reklámokkal, villódzó, vibráló, akármicsoda, hogy valahogyan megfeleljük azért a követelményeknek viszonylag, de hogyan lehet kihekelni azt, hogy mégis jó legyen? Beépített adókára. Nem tudom. Én tényleg csak olyan emberekkel találkoztam, akik szívük mélyéből utalták ezt, ezt úgy lehet megoldani, hogy a weboldalt két félre osztjuk, és az egyik sávban lesznek a villódzó reklámok, és a másik sávban lesz a tiszta kontent. Igen, de akkor is kikapcsolatónak kellene lennie igazából, még a WCAGA szerint is. Nekem még egy kérdésem lenne a Krisztián. Igen, azt akartam, hogy mi lehet az, hogy általános is. Hogy ugye elvileg
követelmény az, hogy ha nem megyek egy oldalra, akkor ne induljon egyből a videó. Hogy lehet az, hogy akkor a cég, mint például az Instagram vagy Meta, ezt így nem érdekli? Tehát, hogy több menüpontban csak a telefonon, akár bármelyik oldalon kikapcsolom azt, hogy amennyiben, hogy ne indulhasson el videó, és az Instagram ugyanúgy indítja, hogy ők így nem. Nem tudom, hogy igen, mennyire veszik figyelembe, de hát elvileg nekik is figyelembe kéne venni, de én már azt vettem észre, hogy legalább hanggal nem indul el a videó, mert az utóbbi években, mert azért régen még azt is sikerült elindítani, mert mint hogy a hangot hozzá. Az még rosszabb volt. Igen, meg itt annyi, hogy a WCAG-ban vannak hogy a WCAG-ban vannak ilyen kitételes pontok, és például a médiánál nagyon sok olyan pont van, ami egy az egyben azt mondja, hogy kivéve, ha az oldal fő funkciójához nem megoldható ennek az akadálymentes funkciónak a megvalósítása. És ugye az Instánál, meg egyéb ilyen helyeken, ahol az a fő termék, hogy az arcodban nyomják, hogy éppen sztori van, ott lehet, hogy ez belefér ebbe a kategóriába, és meg tudják magyarázni vele. Igen, de egyébként ezek miatt nekem az volt a személyes tapasztalatom, hogy tényleg egy csomó ilyen ember távol marad ettől, tehát a Facebook az is ilyen totál zúgó matéria. Volt szó mindenféle ilyen európai direktíváról, a törvényhozásról, meg stb. Egy, ki fogja ezeket, hogy ki tudja ezeket jól ellenőrizni, és miként tudja büntetni, hiszen ez nem egy ilyen fekete-fehér eset. Másrészt mennyire tud az vonatkozni a fizetős vagy nem fizetős zárt webalkalmazásokra vagy admin felületeire, mennyire kell vonatkoznia, és ezt tudja mondjuk egy híval mögött lévő admin felületet bármelyik hatóság vizsgálni, és megítélni. Érthető, hogy ez így a kérdés? Igen, igen. A második felére, tehát egy zárt rendszer és mondjuk nem közszférebeli szervezeteknek a rendszere, hát ezt így hirtelen nem is tudom, hogy ez a kötelező. Én tudom. Igen. Annyi, hogy a törvény szabályozás az a public facing dolgokra vonatkozik. Ugye a 19-es törvény szabályozás az a kormányzati dolgokra, a 25-es az meg a webshopok, illetve tömegközlekedés, illetve bármi ezekhez szorosan kapcsolódó oldalakra, és ez meg csak a public részére, tehát admin felületekre például abszolút nem vonatkozik. A régire arra a KIFÜ nevű kormányszerv az, ami passzol, tehát ez a kormányzatira, és én dolgoztam, vagy tehát most olyan projektem vagyok, ahol KIFÜ-s audittal dolgozok, és jól megcsinálják, viszont nagyon vaskalaposak, tehát amit így az akadálymentes szakértőkkel lehet beszélgetni, hogy 4.3-nál már jó a kontrasztarány, nem, az piros, nem, 4.3 nem jó. Tehát látszik, hogy nagyon-nagyon szépen hülyek a törvény betűjéhez a kifűsök is, és ja, mit nem válaszoltam meg? Én is dolgozok olyan projekten, oktatási hivatalnál, amit a KIFÜ ellenőriz, és abszolút az a tapasztalatom, hogy nem vaskalaposok. Tehát szerintem, ami törvényben van hívva, be kell tartani egy kontrasztarányt. De nagyon-nagyon pozitív volt a hozzáállásuk. Tehát, hogyha filozófiailag meg akartuk megmagyaráztuk, és pontosan arra a csoportra koncentráltuk, akinek nehézséget okoz az adott probléma, akkor rögtön fogítanak voltak a dologra. Nagyon jól lehet velük egyezkedni. Mm-hmm. Ez a tapasztalat? Ja. Igazából én is az audítjaikból indultam ki, hogy ott nagyon-nagyon precízen leírtak minden ilyesmit, ami igazából már nagyon-nagyon kis kekeckedésnek tűnt. Hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül a kifűvel, lehet időpontot kérni tőlük, és lehet velük kommunikálni úgy, hogy egy-két órát rátok szállnak, előtte meg kell küldeni a kérdést, és gyönyörű szépen lehet velük beszélgetni, alkudozni és tanulni tőlük, szerintem. Ez köszönöm.
csak az jutott eszembe, hogy például ezek a public facing és különösen a közszféra oldalai jó példák arra, hogy hogyan lesz valami akadálymentes, de nem neuroikuzi. És mire gondolsz pontosan a fajta? Nem tudom, tehát hogy a nagy és nagyobb tartalmakra, meg a nehezen átlátható menürendszerekre, meg az ilyen nagyon mondjam, egynevű kategóriákra, mondjuk egy egészségügyi oldalon, nyilván egyébként még ilyen figyelőzavarvának is vannak, de azok teljesen ilyen szövegesek, csak ilyen kicsit. Szerintem, hogyha most nincs értelme több kérdés, itt lesz egy picit szerintem, és tudhatjuk tőlük a kezdeményesen, és nyugodtan gyertek oda is kérdezni. Én szeretném nagyon megköszönni, hogy eljöttetek, remélem, hogy élveztétek és tanultatok sok minden újdonságot. Köszönjük szépen! Jóhelyz Budapest nevében is szeretném megköszönni, hogy ennyire itt voltatok. Reméljük, hogy nektek is nagyon hasznos volt ez a kereszt. Reméljük, iszonyatosan sok mindent tanultunk, és egy csomó kérdés felmerült, amire majd később fogunk válaszolni remélhetőleg. Kövessétek majd az oldalainkat, mert lesznek júniusban is eseményeink. Rögtön a következő, június 12-én, szintén akadálymentes téma, ráadásul neurodiverse téma, és ez egy gyakorlati foglalkozás lesz, egy workshop, ugyanis meg fog nyílni az első neurodiverse coworking Budapesten, a Szövetség utcában, amit most önkéntes munka segítségével építünk. Itt van közöttünk az alapítványnak a képviselője és szervezője, és ha hozzám odajöttök a végén, akkor szívesen összeköszönök vele bárkit. És 12-én ebben a coworkingben lesz egy workshop, ahol ti is gyakorolhatjátok azt, hogy hogyan tudtok tervezni neuroinkluzívan, nagyon-nagyon érdekes lesz a program. És 18-án lesz még a Supercharge-ban egy UX és Product Marketing témájú meetup. Úgyhogy erre a kettőre várom titeket szeretettel, nézzétek majd a meetup.com-ot és az összes többi oldalt a Facebookon, illetve az Instagramon. Egyetek, igyatok és szórakozzatok.